A fegyvereimet egy kicsit. Meg a Lone Star térvédőmet. Roxy, na, sziasztok, megkezdjük. Hagyadik nap ez, Máté? 8. 9. 9. 9. Na, köszönöm. 9. napot, hát eddig eléggé vegyes azért adogatott. Tegnap Máténak adogatott, de hát az nálam nem osz, nem szoroz. Meglátjuk. Már ideje lenne valami fincsűséget kapni, mert kell nekem arra. Arra, hogy a kivizsentekkel dobjam. Jön még a liláknál is? Igen, de ott maximum kéket kapsz. Már egy kicsit a bánc még jöhet. Igazából a kék kivizsentek is jól jön, hogyha... Ezt össze lehet kombinálni. Vagy ha mondjuk egy kisebb karakternek akarsz kraftolni Jade-ot. Van a napi egy námed enemy kills. Kaptam egy lovacot, meg egy staminát. Hát azzal nem sokat élek. Úgy látszik, megutált engem a Division. Vagy Máté, te vagy rám rossz hatással. Mert amíg be nem toltad az ormányt, az egész jól osztogatott. Amióta itt vagy, azóta semmi. Még Undergroundba sem. Na, nézegettem a 15-ös szint, ahol tegnap elbuktunk. Azután egész relatíve lassza szintek jönnek. Túlélés, hát nem túlélésbe, hanem... Hordában? Hordában, viszont a 20-as szint az megint volt a durva. Az ugye újra fertőzött, de már 7-es szintet el. Igazából, ha korlátlan időnk lett volna, nem sokan múlt volna, hogy megcsináljuk. De nem volt korlátlan időnk, hogy ez a lényeg. Azért látni kell, hogy az a rész, ahol voltunk, abból a tempóból nagyon jó, hogy ott volt a ráta. A jó cuccok. Na, cűd. És végső megoldás. Térvédő, Exo. Nem Exo, hanem 6-os. Kéred? Na, azt kérem. Nem kérem. Miért nem? Nem rosszám a végső. Nem rosszám a végső megoldás már. Majd összegyűjtöm magamnak. Hába. Sőt, szerintem már van végső megoldás. De minél több, ha nem nagyobb. Ugyanis a végső megoldás azért PvP-re sem megosztatírozni. Rajta nem kell, jó, nem adom, hát nem erőszak a disznótort bajti. Jaj.
védőt. Milyen mutatókkal teljesen lényegtelen, mert kettőt lehet módosítani, és ugye division tekkelésnél mi kredittel föl lehet maxolni. Azért megnézzük. Jó fegyverek nem igazán érdekelnek most. Mert megint módosítasz tűzelő. Nem. De. Na, Máté, ezeket hát tudod használni. Köszi. Maci, de ezt nem osztatom meg veled. Úgy látszik utál téged. Most... kerestem videót, de úgy nem találtam, hogy hogyan lehet sok divisionteket talán összeszedni. Ezt is odaadom. Hát, ha tudod használni. Gondolom, Predátort nem gyűjtesz már. Na, már készen azt szedtem, de nem nagyon használom. Inkább a monsztára hajtok. Úgy hajtok, hogy fejleszteni. Nem is rossz tulajdonságokkal bír egyébként. Életes. Duplán. Nem mondom, hogy jobb, mint az enyém, de... Nem dobom ki, hogyha nem kéred. Összetörni még nem fogom mondjuk a Predátort, de úgy már nem használom. Most nem vagyok benne biztos, hogy a Predátor nem fog most jönni. Megnézem, hány tiért védünk van ebből, mielőtt elindulunk bolyó királyt ölni. Megcsökkenteni de hogy több gondolival... Tegyük fel, hogy... van... kettő golyó a tárban, meg aktiválódni fog a Monster bónusz megállítóval. És akkor rárásolok a nevesítette, és kinyírom egy 12 lövésből. Máté, melyik az a nevesített, amíg te 12 lövésből, na gyere. Hogyha már igaz, igen, megállítóval. Na gyere, rambózzuk le őket, Gizi. Nem már, hogy ezt úgy érte, ugye, ahogy ő volt magad. Sőt, ennek csak 6 lövés kell. Hatos didály. Gratulálok. Chestplate. A golyó királya a gyengébb fajt egyébként őt, amikor... üzővel hajtott, izével... szentivel, őrszemmel hajtottam, akkor két lövésből kiszedtem maximum. Hat lövés Lone Star bónusz nélkül, plusz még egy Lone Star bónusszal. Ennek nincs jelentőség, a Lone Star bónusz ugye nem növel sebzés, egyedül a tűzgyorsaságot növel. Ja, növel sebzés. 20%. Ugye a Lone Star 6-os bónuszban, igen. Igen. De, amit igazán, plusz 20% igen. Sebzés, meg plusz 20% tűzgyorsaság. Tudod, mi az érdekes, hogy ugye én is éhes malacsal raktam össze a Lone Star-t, és amikor beindul a Lone Star bónusz, sokkal könnyebb megtartani a Hungry Hogot, mint a nélkül. Igen. Hát gyakorlatilag... A megállítót azt alig lehet megtartani PvP-ben, de a Hungry Hogot azt rohadt könnyű. Nem mondasz fegyver. Egyébként már mondtam azt hiszem, hogy a hangokon voltam nem idején a kerültet stabilan. Épp a bónusza miatt. Csak betették helyette. Itt ismét semmi. Máté, neked se adott semmi értelmes? Semmi. Tehát betették helyette ezt a plusz sebzéstölés esetén, amíg be nem fejezed a tüzelést. Érdekes, ezek hárman szoktak lenni, amit szólózok. Nem tudom, hogy te
Egy lövés is aktiválódik. Hogy csinálja? Az egy icipici gond van, hogy ugye befejeződik a harc, azonnal elveszi a bónuszt. Tehát nem tudod átvinni mondjuk egy kicsivel arrébb levő mobra. Tehát például ide nem tudod áthozni. De végül is nem gond. Csak ilyen rövid küldiknél igazából nem sok hasznát veszed. Hát igazából megállítóval bővített át 20 lövés, úgyhogy annyira sokat nem lehet vele kinyírni, egy 5 embert. Nagyjából. Vendégeink aztán. Mondom, hogy állod már. Börtöntől terét, ők ide fognak jönni. Találnak a karnáját. De amúgy esküszöm, hogy kicsit gyorsabbnak tűnik ez, mint plusz 20%. Szóval ez úgy tüzel, mint állat. Megállítom. Megállítom, pedig jól állnak tűzgyorsasában, Máté, hogyha tűzben még tettél hozzá ezt, azt egy kis tűzgyorsasában, azért az... És még semmi. Viszont ott te megjött. Máté, megyünk az utolsóhoz. Egy jó kis lila módosítót, remélem valami elitervenisebb szívtartalmaz. Nem, hogy körül kell nézni a biztonságos házakba, ilyen elitervenisebb szívtartalmazó módosítóért. Na, menjünk ki. Hát, ma már végignéztem őket. Nem vagyok benne biztos, hogy az összes, de nagyjából. És nagyjából nem találtam semmit. Elég nagy kincs. Annak idején nem gondolt rá az ember, amikor összetört az összes lila módosítóját, hogy később lenne némi haszna. Egyébként meg kell mondjam, hogy amit ugye nyersz az elitek ellen, azt elveszíted. Vagy az életem, vagy a túlzerőn, vagy a képzettségem. De úgy az ember nem is gondolná, gyakorlatilag ez a játék az sok kicsi bónuszra épül rá, nem az, hogy most kapsz plusz 50%-ot, nem, ilyen plusz 20% a lehető legnagyobb bónusz, érted? Na de Márti, sok plusz 20% az sokat jelent. A másik ugye igazából akkor tudnál egy jó szettet összerakni, hogyha mindegyik szettből össze tudnál szedni valamit. Mert jó a Striker. Nagyon jó, nagyon DPS-es meg minden. Jó a végső megoldás, az meg az exotikus sebzés elleni balhéra épül. De azért valamelyiknek mindegyiknek ott van némi hiányossága. És ugyan föl lehet fejleszteni bizonyos szintig, de azért annyira nem. Na, kell egy klasszik RPK 74. Köszi, de el vagyok nélküle. Kék. Kék? Az jó. Kis karakteremnek talán még jó is lenne. Csak nem használok 30-as szintű fegyvert, mert el van tiltva.
95-es őszkora. Mai nap végre ismét dobott valamit. Egy. Hol vagy, Cimbi? Végső megoldás térbédőt. Van belőle kettő, még ha jól számoltam. Tehát ezzel már megbukni látszik a 1%-os esély, ugyanis még nem tartunk 100-nál, de már dobott 2 6 bónuszos, és dobott 3 vagy 4 exotikus. De ez mondjuk nem jelent semmit, ez a division. Itt bármi előfordulhat, és ugyanabban a pillanatban az ellenkezője. Figyeld, nekem egy nap dobott egy exot, meg egy 6-ost, úgyhogy... Most vagy marha szerencsések vagyunk, amit kétlek, vagy tényleg megbukott. Na, örüljünk neki. De mint mondtam, olvastam egyik közösségbe, hogy arról panaszkodott a gyerek, hogy több mint 100 nevezetest kiszedett, és még jó szart se dobott neki. Lehet, hogy ami plusz 100%-ot nekünk ad, azt tőle elveszi. Jó, lezárom a mai napot. Végül is eredményes, hatásos volt. Jövő héten nagyon úgy tűnik, 2 globális. Addig is játszatok a Divisionnel. Sziasztok! Sziasztok!